És rögtön térjünk is át az első napirendi pontunkra. Előterjesztés Csornaváros 2023 évi közbiztonságának helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról. Megadom akkor a szót az előterjesztőnek, kérem, hogy röviden foglalja össze, amit a bizottság immár részletesen kifejtett. Tisztelt polgármester asszony, alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Valóban egy részletes anyagot adtunk le a képviselőtestület számára. Úgy gondolom, az minden adatot tartalmaz, ami a Csornai Rendőrkapitányság munkáját illeti. Úgy gondolom, hogy 2023 évben feladatainkat végrehajtottuk, kapitányság leterheltségét különböző főbb tényezők akadályozták, kihívások jelentek meg életünkben. Ilyen volt az orosz-ukrán háború, vármegyét sújtó migrációs nyomás, rendezvények biztosítása, útlevélkezelői csoportba részvétel, fokozott tárgyat tartottuk az utakat, zéró tolerancia az utakon. Csak egy adatot, ha megengednek, Csornavárosában 20.527 szondát alkalmaztunk, 62 pozitív eredménye, 10 por, rail por, road por által szervezett ellenőrzésekbe vettünk részt, és végeztük a napi feladatainkat. Rendkívül sok általános ügyet dolgoztunk fel, 545 bűnügyet, 22.995 szemét igazoltattunk, ott csak néhányat emeljünk ki. A létszámhelyzetünk kiegyensúlyos, stabil, a kapitányság felépítésében változás nem történt. Egy kiemelt bűncselekmény volt a területünkön, egy emberölés, amit a Vármegyei Rendőrfőkapitányság, ami a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon folyt a nyomozás ez ügybe. A Csornavárosában a regisztrált bűncselekmények száma 221 volt, Csornán 29,6%-a lakik az illetékesítelünk lakosságának, és a bűncselekményekben pedig 49,1%-át Csornavárosában követik el. További bűnügyi adatot nem szeretnék ismertetni, mert a beszámoló azért úgy gondolom, hogy részletesen tartalmaz a diagramokkal és írásban is. A közterületi állomány 2236 fővel és 15.767 órát volt közterületen. A közterületi állomány és a lakosság aránya az 744,8 fő per lakos per rendőr. Hozzátartozók közötti erőszak miatt nem történt intézkedés a Csorna területén. 53 közlekedési balesetünk volt, és ami vélemény szerint pozitív, halálos baleset nem történt. A sebességmérő készülékünket folyamatosan üzemeltetjük. Több mint 6 órában, azért ez látható, én úgy gondolom, kapitányság szintű eredmény, és itt 7 helyszínen folyik többnyire mérés. Csorna belterületén 1349 objektív felelősség közigazgatási bírság került ki, és 995 helyszíni bírság. Közlekedési bűncselekmények száma 42 volt. Nagy hangsúlyt fektettünk a bűn és baleset megelőzésére, úgy gondolom. Prevenciós tevékenység, az állampolgárok érzékenyítése fontos, különösen az online csalások tekintetében. Vélemény szerint a kapitányság bűn és baleset megelőzési tevékenysége megfelelő, amit számtalan visszajelzés is megerősít. Tovább folytatjuk a központi bűnmegelőzési programokat, Ovi Zsaru, Dada ellenszer, iskolai bűnmegelőzés tanácsadó, részt vettünk gyermekjóléti szolgálatok tanácskozásai, házhoz megyünk, biztonságban Magyarország programokba vettünk részt, 2 oktatási intézményben teljesít szolgálatot iskolai, 6 oktatási intézményben együttműködés megállapodás alapján végezzük az iskola rendőr programot. A Csornán és illetékesség területünkön több baleset megelőzési program, iskolakezdési figyelemfelhívó megmozdulás, oktatás, prevenciós előadás, rendezvény, verseny, rajz pályázat került megtartása prevenciós jellege. 2024 évre meghatározott főbb célkitűzésekből néhányat emelnék ki. Helyi önkormányzat és európai parlamenti választások lesznek, EU soros elnökséggel kapcsolatos rendőri feladatok, szervezeti korszerűsítés és hatékonyság növelése. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatokkal, szakmai szervekkel, társszervekkel, polgárőrséggel
oktatási intézmények vezetőivel, civil és társadalmi szervezetekkel az együttműködésünket jó és folyamatos munkakapcsolat jellemezte, amit 2024-ben szeretnénk folytatni. Az elért eredményeinkhez önök és természetesen városunk lakossága is jelentős mértékben hozzájárult, mert köszönetemet fejezem ki. Köszönöm továbbá a tisztelt képviselőtestület azon döntését, mely alapján 2023 évben két fő kolléga jutalmazására került sor rendőrség napja alkalmából. 2023-as év értékelésének zárásaként önök előtti szeretnék köszönetet mondani a Csornai Rendőrkapitányság teljes személyi állományának, akik az elmúlt évben véleményem szerint megfelelő színvonalon végezték munkájukat. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a beszámolóhoz kérdés, észrevétel valaki részéről van-e? Amennyiben nincs, köszönjük szépen, és Bender tábornok úr jelezte, hogy egy pár mondat erejéig szót kér. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tisztelt polgármester asszony, kedves megjelentek. Csak pár mondatban szeretném értékelni a Csornai Rendőrkapitányság munkáját. De én azt gondolom, hogy a mondhatnám kicsiny, de lelkes csapat szívvel lélekkel végezte ezt 2023 évben, és tényleg egy stabil szélsőségekkel mentes jó közbiztonságot sikerült nekik szolgáltatni itt a városba és az illetékességi területen. Úgy gondolom, hogy a munka, amit végeztek, az a színvonalát tekintve kiváló, és tényleg odafigyeltek mindenre, ami fontos. Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, kapitány is érintette, a bűncselekményes struktúra változás itt a megyében nagyon érezhető, és az online bűncselekményekre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenhol elmondom egyébként, ahol szót kapok, hogy sokkal könnyebb megelőzni, mint utána kideríteni, felderíteni és nyomozni, és ha mindenki a környezetében elmondja, hogy vigyázzunk, ne adjunk teret ilyennek, ne higgyünk a telefonálónak, ne adjuk meg a bankkártya adatainkat, a CVC kódot, akkor talán sikerül ezt csökkenteni. Talán egy kicsit megállt az a meredek emelkedés, és már kicsit laposabb a görbe, de minden nap több is előfordul sajnos a megyébe, és nem kis kárértékekkel. Tehát volt olyan, hogy csak egy példa, egy önkormányzatot úgy ért kár, hogy a pénzügyi előadót fölhívták, és mondták, hogy megtámadták a számláját, megkérdezte, hogy az enyémet, vagy az önkormányzatét. Na most innentől kezdve át a kárérték az sajnos sokszorosan lehet, mint amennyit lehetett volna, és mondjuk felét sikerült megfognunk annak a kárnak, ami keletkezett, azt sikerült visszatartanunk. Úgyhogy ezt szeretném csak elmondani, hogy mindenki legyen nagyon óvatos, és a környezetükbe is terjesszék ezt, hogy csökkentetők legyenek ezek a bűncselekmények. Nagyon szépen megköszönöm azt a támogatást, amit 2023-ban Csornai Kapitányságnak nyújtottak, és kérem azt, hogy ezt 2024-ben is tegyék meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Időközben kiegészültünk, megérkezett Weber képviselő úr is, úgyhogy minden képviselő jelen van. Köszönjük szépen. Melyik a jogi ügyrendi bizottság tárgyalt, elnök úr? Köszönöm szépen, a bizottság egyhangulag hozta meg döntését, mely alapján javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen, akkor kérem képviselőtársaimat, hogy aki a beszámolóval egyetért, azzal, hogy mi is köszönjük mindenkinek a munkáját, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Köszönjük szépen, köszönjük.